Felelősségteljesen teltek az évvégi ünnepek Máté Szalkán. A helyiek kimagasló jogkövető magatartásról tettek tanúbizonyságot. Ezt a város polgármestere jelentette be kedden a közösségi oldalán közzétett videójában. Szenzációsan jó hírem van. Hanusi Péter idei első beszámolójában már is biztató információkkal tudott szolgálni a koronavírus fertőzöttek számát illetően. A két ünnep közötti bejelentésemmel ellentétesen, ahol majdnem 40 főt említettem, azoknak a száma tekintetében, akik pozitív, visszaigazolt koronavírusos fertőzött személyek Máté Szalkán, a mai napon tudomásom szerint 10 fő van, aki koronavírusos esetnek számít. Ez egy óriási csökkenés, ez egy csaknem 75%-os csökkenés jelent, ami nagyon-nagyon fontos előrelépés. A városvezető elmondása szerint a szoros kontaktok száma is nagyjából megegyezik a fertőzöttekével. Az elmúlt hétvégén országszerte ingyenes tesztelést végeztek a pedagógusok, óvodapedagógusok, köznevelés és közoktatási szakemberek körében. Máté Szalka térségében több mint 250-en vettek ezen részt, közülük 119-en dolgoznak a város intézményeiben. Ők mindannyian negatívnak bizonyultak. A politikus beszélt arról is, hogy nemrég megkezdődött az egészségügyi dolgozók koronavírus elleni oltása, és szerdán már egy másik területen is elindulhatott a vakcinázás. Dr. Szondi Zita megyei intézményvezető asszony felkérésére felmértük a szociális szférában dolgozók körében azok számát, akik jelentkeznek első körben koronavírus elleni védőoltásra. 29 fő jelentkezett, mind a 29 fő megkapja 6. és 8. között Nyíregyházán a védőoltást. Hanusi Péter bízik abban, hogy a járványügyi helyzet szempontjából jó év kezdet után a folytatásban is marad ez a tendencia.